Sziasztok, Barbara vagyok ismét, szeretettel köszöntelek a Narcisz Coach YouTube csatornámon. És hát ugye, ahogy hallottátok az előző videóba, persze általában belecsöngetnek, délelőtt van időm videókat felvenni, és nagyon gyakran érkezik akkor postás, futár vagy valaki. Sajnos arra nincs energiám, időm, kapacitásom, hogy a videókat megvágjam, megszerkeszem, nem is értek hozzá, mert a videókra való előkészületek, azok, hogy egy videón sokszor hetekig kell dolgozni, még az pontosan minden szakkifejezést megtalálok, minden szakirodalmat megtalálok, hogy pontosan idézem nektek, mire azt egy jól beszélő, angolul jól beszélő ember lektorálja, ellenőrzi, stb. Ez nekem sokszor heteket vesz igénybe, de nagyon-nagyon sok órát egy-egy ilyen videó elkészítése, és hát arra nincs már időm, hogy az utomunkákba is befektessek, Úgyhogy most ez külön második részben került föl, remélem, hogy ezt elnézitek nekem. Tehát folytatjuk a kifelé és befelé irányított agresszióval a kisgyerek kapcsán. Ugye ott tartottunk, hogy a kifelé irányított agresszió azért lett veszélyes, mert azt gondolhatja erről a kisbaba, a gyerek, hogy mi van, ha anya emi a törökre elmegy, de ha magamba folytom, akkor meg én érzem magam rosszul, mert olyan romboló lesz ez az egész. A gyerekben pedig ott van a túlélési ösztön, mint minden organizmusban, így nem is olyan jó ötlet befelé irányítani az agressziót. De ha nem irányítom kifelé, és nem fordítom befelé, akkor mégis mi a fenét csináljak vele? Olyan lesz ez az egész, mint egy lebegő fixpont. Nagyon nehéz megmondani, hogy mit csináljon. Tehát ha megbukik valaki a szeparáció, individualizáció fázisában, hát akkor a következő megoldási lehetőségek közül választhatunk. Narcizmus vagy kódependencia. Ez a kettő, vagy a borderline. Ezeknek a mentális problémáknak az esetében, azaz a narcizmus és kódependencia esetén, az agressziót az egyén befelé és kifelé is irányítja, de egyiket sem megfelelő módon, hanem önpusztítóan vagy pusztítóan. Oké? Okay? Ismételjük meg ezt a mondatot? Hogy miért? Tehát a mentális rendellenességek esetében, amelyek a bukott, kudarcot vallott idézőjelbe, a szkolterápiáról is tudod, meg a videókból is, a rossz anya, halott anya nem elég jó anya volt a narcisztikus vagy kódependens vagy borderline szeménél. Szóval, ha kudarcot vallott a szeparáció, individualizáció, emiatt alakul ki a narcizmus, vagy a kódependencia, vagy a borderline. Ebben mindbe bele tartozik, hogy az egyén képtelen leválni az édesanyjáról, és egyéni individuummá válni, tehát ezeknek a rendellenességeknek az esetében probléma adódik az agresszióval is. Akkor is képtelen leválni, ha felnőttként a narcisztikus gyűlöli az anyját. Mert akkor valószínűleg túl kompenzálja ezt a helyzetet. De gyerekként nem adatik meg neki a normális, egészséges szeparáció, individualizáció a másfél éves és három éves kora közötti időszakba. Ott kezdődik. De aztán van, aki 30 évesen se tud leválni. De akkor mit csinál? Mit kezdjen ezzel az agresszióval, hiszen a baba nem tudja externalizálni, kifelé, fél viszont befelé irányítani. Akkor mit csinál? Hát mind a kettő. De nem jól. Nem megfelelően. Nem irányítja az anyukája felé, mert az veszélyesnek tűnik. Ezért inkább átirányítja, ráirányítja másokra, más emberekre. Ez sem jó. Mert azok az emberek nem tettek semmit a gyerek ellenő, mégis rájuk mérges, mivel anyura nem lehet mérges. Volt egy nagyon jó kis történet, óvodába járt a legidősebb gyereke, és volt egy testvérpár, nagyon minimális korkülönbséggel, akik a barátai voltak az Oviba együtt jártak. És a szülők ilyen nagyon konzervatív anyuka volt, így aki megragadta, mit a 70-es években, ugyanaz a frizura, konyhizé, mindig ilyen tip top, de nem az a legújabb, legmodernebb divatos, csak annak akartak tűnni, ideális házas párnak kifelé de úgy kicsit nevetségesek is voltak, ezt úgy mindenki látta, hogy tudom én, egy pár évtizeddel úgy megragadtak korábban. És az a lényeg, hogy ezek a gyerekek utána iskolába kerültek. És az iskolába az áldott jó gyerekek, nem mondom a nevüket, az áldott jó gyerekek egyszer beírást kaptak, mert rosszakodtak az iskolába. Képzeljétek el, az első osztályos gyerek, nagyon mondom Tomika, meg Danika, a testvér, aki még óvodás volt, beletrángatva a két szülővel együtt, konzultációra az igazgatóhoz. Az nem lehet, mondta az anyuka, az ki van zárva, hogy Tomika csúnyán beszélt, meg megverte a másikat, meg ez, meg azt, meg amaszt csinálta. Szóval egész <laughs> ilyen konzultációt hívtak össze, mert nem tudta elfogadni. Ugyanis pontosan ez történt. A gyerekek otthon áldott jó gyerekek voltak, viszont az iskolában, ahol nem volt ott anyuci meg apuci, hát ott elagyabulálták, elagyabúgyálták a többieket, ott rosszalkottak, ott tomboltak. És nagyon sok gyerek ezt csinálja. Nem tudta a megfelelő helyre irányítani a dühét. Pontosan azért, mert így nevelték őket. Szóval, amikor ez a gyerek felnő és felnőtt lesz, akkor ez a nem megfelelő agresszió kinyilvánítás tovább fog folytatódni. Továbbra is olyan emberekre lesz mérges, akikre nem kéne. Mert nem mer mérges lenni arra, akikre kéne. Beleért a saját magát is. Azért itt van az internalizáció. Ne feledd, hogy ezeknek a mentális rendellenességeknek borderline, narcisztikus, stb. Az esetében az agresszió egyszerre van, externalizálva és internalizál. Az egészséges emberek ezt externalizálják. A mentálisan nem egészséges emberek azonban externalizálják és internalizálják, és ezért lesznek betegek. Ezért van ez a nagyon sok betegség. Mindenféle pajzsmirit probléma, bőrbetegség, rákok, egy csomó betegség, nem minden, de egy csomó betegség ezekből a visszafolytott haragból, agresszióból fejlődik ki. A kódependenciából, a narcizmusból, vagy a borderlineból. A narcisztikusok és a kódependensek és a borderlineok -ok ugyanis, amikor az agressziót internalizálják, az önpusztításba kezd, az belobbant valami. Tehát a baba frusztrációjának forrása saját maga lesz. Nem tudja elhatározni magát, nem tud leválni, amiatt nagyon mérges lesz saját magára. Internalizálja ezt az agressziót, ezt a dühöt, ezt a haragot, önpusztító lesz. Van tehát egy ambivalens lehetőség. A nem megfelelően externalizált agresszió és az önpusztító módon internalizált agresszió. Ezek lesznek a közelítés. Távolítás viselkedésének a forrásai, borderline, a narcisztikus, a kódependens először közelítenek, aztán eltávolodnak, aztán ismét közelítenek, és ez egy soha véget nem érő körforgás. Beléjük vésődik, beléjük kövesedik ez a viselkedés, és ez nagyon összezavaró. Minden megközelítést extrém mértékű eltávolodás köze követ agresszív visszahúzódás és elkerülés. Amikor van egy jó estéd a narcisztikussal, másnap úgy visszahúzódik, mint az állat. Amikor megdicsérsz, jól érzed magad, minden klassz egy borderline egy narcisztikussal, utána visszahúzódik, elidegenedik, nem akar veled lenni, nem jön haza, elutazik, eltűnik, gosztingol, a borderline, az egyik pillanatban még totálisan szerelmes, minden szép és jó, romantikus, a következő pillanatban utál téged zsigerből, azt akarja, hogy meghaj, hogy megdögölj. És meg is teszi azokat a lépéseket, amelyek ehhez kellenek. Ez a típusú közelítés, távolítás teljesen kizökkenti az egyensúlyból a borderline párját. Fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezzel. Hát tegnap még ezt mondta, vagy öt perce még ezt mondta. Ez Szakaszos megerősítés hoz létre. Traumakötés alakul ki magyarul, egy zűrzavar, közelít távolít, az agresszió következetes és megfelelő módon történő externalizálására való képtelenségnek, a közvetlen folyománya lesz ez a közelítés távolítás. Externalizálja ő az agressziót, de nem jól, nem megfelelően rádobja a párjára. Vagy ahogy. Bánki György fogalmazott nekem nem régen, hogy legyen egy fontos felismerésem, amikor betriggerelődök, és bekapcsol még bennem is egy-egy ilyen folyamat, és elmagyarázta nekem, hogy ez azért van, mert én ilyenkor visszakerülök abba a csecsemő állapotba, és a páromra, akivel éppen elkezdek veszekedni az adott szituációban, rávetítem, azt az agressziót, amit a szüleimmel szemben éreztem, de nem tudtam kifejezni. És ilyenkor őt sokkal rosszabbnak látom, ilyenkor elmondom az egész kapcsolatunk összes bűnét a fejére, olvasom tipikus borderline viselkedés. Egyébként én nagyon sokat dolgozok rajta, hogy ne ilyen legyen a kapcsolatom, de bizony előfordult velem is. Szóval, és azért mondom el, hogy fölismerd magadon, ha te is ezt csinálod, hogy egy ilyen összeomlásodnál, vagy valami, amit besértődsz, agresszív leszel, és nem csak az adott szituációt, hanem még az elmúlt másfél évet is a fejére olvasod, és órákon keresztül mondod a magadét. Ez tipikus borderline reakció erre, hogy rádobod a párodra, mert abban a szituációban találod magad, mintha időt utaznál, és újra baba lennél, és a párodat hirtelen a szüleidnek látod, és rájuk projektálod ráprojektálod ezeket a dolgokat, amit a szüleidre projektáltál, és bizony ez egy veszélyes dolog, mert könnyen a kapcsolatba kerülhet. Oké? Okay. Utána viszont, tehát miután externalizálta az agressziót, de nem jól, nem megfelelően, mert rádobta a párjára, utána viszont önpusztító módon internalizálja. Ekkor a borderline visszavonulót fúj, ez az önpusztítás egyik formája. Közelítés, távolítás tehát, az agresszió nem megfelelő lókuszát adja nekünk. Ehhez hasonlóan a dekompenzáló acting out, amikor szétesik és acting out és valami szörnyű dolgot csinál, amikor az egyén én állapotai között vált, és átmegy a borderline a másodlagos pszichopatába, amikor elveszíti a fejét, sokszor ez valamilyen alkohol vagy droghatására történik meg, mert akkor még könnyebben leomolnak a gátak, elveszíti a kontrollt saját maga felett, és elkezd úgy viselkedni, mint egy pszichopata, kiüresedik, erőszakos, agresszív, káromkodik, szörnyen viselkedik. Amikor ez történik vele, az szintén a nem megfelelően irányított agresszió következménye. Az agressziót azonban valahol, valahogy ki kell adni. Ki kell fejezni. Azonban a borderline nem tudja, hogy hogyan tehetné ezt meg. Ezért nem megfelelő módon externalizálja a partnere irányába, majd internalizálja, de önpusztítóan, úgy, hogy vakmerően, hanyagul, veszélyesen viselkedik. Emlékeztek, el szoktam mondani a köbányai S-Fantom esetét a korábbi videókban. Ez történt akkor. Kockázatot vállal, lefekszik valakivel, tönkretesz dolgokat, megcsalja a párját. Tönkre teszi a kapcsolatát, vagy tárgyakat tesz tönkre, erőszakossá válik, eltűnik néhány napra. Csinál ilyet a narcisztikus is. A B-klaszteresek, beleértve a borderline-t, először a b tehát beleértve a borderline-t, először azt kell megtanulniuk, hogy hogyan externalizálhatják az agressziójukat megfelelő módon. Hogy hogyan tudunk haragudni megfelelő módon. Ehhez van például az, hogy néha egy átmeneti tárgyra van szükségünk, például egy boxzsákra, oké? Okay? Szükségünk van egy támogató környezetre, például egy terápiára, pszichoterápiára, ugye? Bátorítani, ösztönözni kell a borderline-t arra, hogy externalizálja az agresszióját, fejezze ki a dühét, mondja ki, Kezdetben lehet ez például, hogy tárgyakon, bogzsákon fejezi ki, vagy újságpapír tépked össze, vagy mit tudom én, van ez a... E, mi ez? Amikor itt dobálja a... Mi az? Jaj, mondjátok már! Hirtelen akar célba dobást, tudod, és akkor dobálod oda a cuccokat, nem a késeket, majd eszembe jut. Szóval a lényeg, hogy segítségre van szükség. Sokszor a terapeuta segítségére az agressziót externalizálni kell. Kifelé kell adni, de a megfelelő módon. Ehhez a b személyeknek előbb meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan lehet elérni, hogy sublimálódjon ez az agresszió. Olyan módon, ami társadalmilag elfogadott, ami nem önpusztító, és nem másokat bántó. És amikor ezek a páciensek fokozatosan megtanulják azt, hogy hogyan lehet biztonságos módon externalizálni az agressziójukat, akkor szépen, lassan, fokozatosan tovább tudnak lépni, és szublimálni tudják az agressziójukat. Például társadalmi igazságosság aktivistái, erkölcsi keresztes katonák, rendőrök, sebészek, vállalkozók lesznek, tehát valamilyen agresszív szakmát választanak. Az agressziót számos legitim módon lehet szublimálni és megfelelő módon kiadni az agressziónkat, például a munka világában, a karriert illetően, ennek rengeteg módja van, sokkal több, mint valaha. A B-klasztereseknek erre kell fókuszálniuk, mert a betegségük, a mentális, ami fizikális betegséghez is vezethet, a diszfunkcionális viselkedésük, a rosszul externalizált, nem megfelelő irányba tartó, illetve rosszul internalizált, agresszióból fakad. Tudom, hogy hosszú volt, nehéz volt, két részesre sikeredett ez a videó, de remélem megérte. Megérte akkor is, ha te magad vagy borderline, narcisztikus vagy kódependens, vagy ha valamelyik rokonod, ismerősöd, partnered az. Hogy látod, hogy ezek tanult, rögzült, sémák, minták, öntudatlanul alkalmazott dolgok, és tudhatod azt is, hogy nagyon sokszor ez a dolog áll az ismeretlen eredetű megbetegedések hátterében. Mert már nagyon elfáradtam, mert ma több videót is készítettem. Úgyhogy nézzétek el nekem. A lényeg az, hogy találjátok meg azt a módját, ahol az agressziót legitimen kifelé le lehet vezetni. Menjetek el önvédelmi sportot tanulni, vagy valami olyasmit keresetek, ahol ezt meg lehet csinálni, vagy valamilyen drámakörbe, szerepjátékokat alkalmazva, stb. Köszönöm a mai figyelmedet, a videó alatt minden fontos információt megtalálsz, és kérlek, ha tetszett, ne felejts el egy lájkot nyomni, feliratkozni a csatornámra, is, megosztani azt másokkal is. Köszönöm a figyelmedet, Barbara voltam a Narcisz Coach.